Városrészeket, utcákat és pincéket öntött el a hirtelen lezúduló eső tegnap este Győrben és környékén. A viharban senki sem sérült meg, de az anyagi kár jelentős, ugyanis többfelé fákat csavart ki a szél, amelyek utakat zártak el és épületeket rongáltak meg. Győr környékén először a szél erősödött meg annyira, hogy a tűzoltókat kidőlt fákhoz riasztották. Szinte még ki sem értek, amikor hatalmas tempóban özönvízszerűen ömleni kezdett az eső. Nagyon sok ház középület alagsori szintje került pillanatok alatt víz alá. Iskolákat, illetve többek között a kórház alagsorát is elöntötte a nagy mennyiségű víz. A hivatásos tűzoltóknak, a győrújbaráti önkéntes tűzoltók segítettek. Itt több szivattyú egyidejű működtetésével sikerült azt megakadályozni, hogy fennakadás legyen a kórház működésében. A hatalmas vízben a közlekedés is lelassult. Győr belvárosa szinte teljesen megállt egy időre, több autó is elakadt a motorteret is elérő víz miatt. Én ott, ahol bűnöd a kocsi, most beleragadtam a hizébe, ami a fenébe a vízbe. Most viszem haza a kocsit, mert el se indult. Úgyhogy mind olyan állapotok vannak, megmondom őszintén, hogy 3 éve is ugyanez volt. Ki kellett szállnom a kocsiból, majdnem térdig írt a víz. Akiknek a házát is eláztatta a víz, azt mondják, hogy egyelőre fel sem mérték még, hogy mit tett tönkre az időjárás. Azt sem tudják, hogy a takarítással mikor fognak végezni, mert a szennyvízzel keveredő esővíz mindenhová befolyt. Most látjuk, hogy mennyi minden ázott el, ami olyan természetű bútorok, esetleg kerékpár, autókerekek vannak lent, hogy tiszta gané ilyenkor összekeveredett az aggyal, ez az esővíz. A tűzoltók még napközben is szivattyúztak, mert sokan csak reggel vették észre, hogy üzletük raktára éppen víz alatt van, vagy autójuk tengerig érő vízben áll a garázsban.